Sziasztok! Sziasztok! Ennyi hangom lesz ma, mert egy kis nagy náthával küzdök, de nem akartuk, hogy ezen a hétvégén új videó nélkül maradjatok, és ne tudjuk elindítani ezt a sorozatot, amit már olyan régóta tervezünk, a kedvenc termékeinkről, szolgáltatásokról. Hát ezekben a videókban majd olyan egyszerű és nagyszerű dolgokat mutatunk, amiket mi nagyon megkedveltünk, amik nekünk beváltak. Ezek a dolgok lehetnek az Egyesült Államokon kívül is, akár ti is használhatjátok, szerethetitek, tehát nem csak olyan dolgokat mutatunk majd, amik itt vannak az Egyesült Államokban, vagy amerikai találmányok, hanem olyanokat, amiket mi nagyon szerettünk, nagyon megkedveltünk, nekünk beváltak, napi szinten használjuk őket. Hasznozatban. Érdekesek. Amerikában bárkinek bármire szüksége van és online szeretne rendelni, akkor az első számú, ami eszébe jut, az az Amazon. Mi is sokszor tőlük rendelünk, és most a legutóbbinál megtörtént az, amit nagyon nem szerettünk volna. Sajnos sérülten érkezett meg az a könyv, amit a lányunk kért tőlünk, ilyen szakadásokkal. Úgyhogy megkérdeztük Milit, hogy mi legyen a sorsa, és azt mondta, hogy ő nem fogja megragaszgatni, küldjük vissza. Szerencsére ez nem egy bonyolult dolog, még a doboz sem kell hozzá. A könyvet 30 napunk van visszaküldeni, ők viszont már az újat elindították, úgyhogy ez holnap legkésőbb megérkezik. Telefonon, az Amazon oldalunkon keresztül jeleztük, hogy visszaküldjük, és megkaptuk ezt a kódot. Adtak 3 üzletet itt a közelben, ahová leadhatjuk a rosszat. 3 lehetőség, szóval csak mutatni kell ezt a kód, adni a könyvbe, dolgoz nélkül, nem kell ezt a dolgoz, csak a könyv, és ennyi. És ennyi az egész. Szóval. Az Amazon ugye partnerségben van pár áruházzal, mi a közeli Kohl's-t választottuk, hogy itt adjuk le. Ez ugye azért jó az áruháznak, mert bejöttünk, és lehet, hogy maradunk vásárolni. A bejáratnál van egy jelzés, hogy merre találjuk. Meg is érkeztünk itt a másik jelzés. Oh, mások is hoztak vissza csomagot, ők dobozzal. Itt van egy külön kis helyiség, ahol le lehet adni a hibás, visszaküldendő termékeket. Leolvassák a kódot, és már veszik is el a könyvet. Kés dobják a dobozt, tényleg nem kell. Ez gyors volt, 1 perc. Ez, amikor én mondom, hogy egyszerűsít az embernek a szele. Szóval egyszerű, gyorsan, 2 perc alatt. Zseniális, nem? Tehát adtak egy 25%-os kupont. Persze, kedvet csináltak ahhoz, hogy maradjunk, lehet, hogy veszel egy pólót, vagy akármit, és az Amazontól egyébként ez egy jó fejség, mert a Kohl's-ról, az áruházról, ahová ugye betették az ő pultjukat, azt hallottuk, hogy lehet, hogy majd be fog zárni, hogy csődbe megy, és ezzel végül is segítik egy kicsit, hogy fennmaradjon. Tehát, hogy szerintünk ez egy nagyon jó ötlet, és a másik dolog pedig az, hogy nem gondoltuk, hogy Amerikában annyira jól működik ez a dolog, hogy vissza lehet vinni bármit, akár hogyha sérült a csomagolás, vagy nem tetszik, nem tesznek felkérdéseket. Van egy nagyon legendás sztori, amit neked meséltek, amikor visszavitted az egyik dolgot, hogy valaki megcsinálta azt, hogy megette a család a sült csirkét, és visszaadták a csontot, hogy nem volt jó a hús. Ez nem finom volt. Nem tudom, mennyire igaz ez a történet, de szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy ez a rendszer hogy működik itt Amerikában. Ahogy elindul az új tanév, ezek a mellényes őrök újra kiállnak majd a zebrákhoz az iskoláknál. A szülőknek, gyerekeknek segítenek biztonságosan átkelni az úton a kereszteződéseknél. Naponta 2-szer segítenek, a reggeli érkezéskor és délután, amikor vége az iskolának. Ugyanebben az időpontban sárgán villognak az iskolaövezeteknél a lassításra figyelmeztető táblák. Ilyenkor kötelező lépésben haladni egészen az iskolaövezet végét jelző tábláig. Az iskolabuszok pedig a fel- és leszállásra figyelmeztetik sárga lámpával és stopptáblával az autósokat. Ilyenkor mindenkinek az összes sávban meg kell állni. És itt a kedvencem, az integetős néni, olyan aranyos.
akár hiszitek, akár nem, ezt a nénit én még meg is könnyeztem az utolsó tanítási napon, mert az a kis fehér lap, amit a kezében tartott, arra így ráírta, hogy ez az utolsó napja, a szolgálati napja, ő már nem jön vissza, hát ugye idős, és elköszönt mindenkitől, csodás nyarat kívánt nekünk, úgyhogy nagyon helyes dolog volt tőle. Egyébként ezt a munkát, ezt az átkelő őr munkát, nem tudom minek nevezek, közlekedés segítők ők valójában, ezt ugye általában ilyen idősebbek, nyugdíjasok csinálják. Igen, ez egy ilyen part-time, ez nem az egész, ez nem egy 8 óra munka, ez egy ilyen... De fizetnek neki. Jó fizetek szerint, ez jó, egy 12-13 sőt, vannak olyan államok szerintem, ahol 16, majdnem 20 körül fizetnek, de hát ugye csak pár órát vannak ott, de hát ez akkor is egy idős embernek, egy nyugdíjasnak. Általában mellettük még ugye ilyen iskolai dolgozók szoktak néha beállni, idősebb diákok, az elég ritkán van. Vagy önkéntesek, akár szülők is. Úgyhogy mi nagyon szeretjük ezt a dolgot, mert azért gondoljatok bele, mennyi baleset megelőzhető vele, mennyi gyalogos gázolás. Ez a dolog, amit most a kezemben tartok, a mi csekkfüzetünk. És ugye ilyet régen csak az amerikai filmekben láttunk. Valaki így kinyitotta, beleírta az összeget, aláírta és odaadta valakinek. És akkor még nem nagyon értettük, mert ugye nekünk magyaroknak a csekk, az mint a sárga csekk, hogyha olyat kapunk, akkor valamit fizetnünk kell. Igen, ez más. Igen. Itt pont fordítva történik, hogyha csekket kapsz, akkor neked jön a pénz. De ha te csinálsz a csekk, akkor te fizetsz valakinek. Akkor te fizetsz valakinek. Igen. Szóval ezen jön a fizetés, például két hetente kapsz egy ilyen csekket, vagy mondjuk egy másik példát, amikor legutóbb jött hozzánk a légkondi szerelő, lecserélni a rendszert, és akkor mit tudom, mondta, hogy 4500 dollár, hát nem volt itthon 4500 dollár a fiókban, most nekiállhatsz ugye netbankolni, utalni. Bonyolul, ha más. De ha van csekkfüzeted, akkor ugye ez csatlakozik a bankszámládhoz, a bank adja, volt költsége, amikor adta? Valamely minimál költsége, 20 valamely. Nem drága egy ilyen csekktömb, és akkor ezzel tudunk fizetni a szolgáltatásért, odaadjuk és jóvá íródik a számláján. Ennek van egy nagyon egyszerű formája. Megkapod a csekket, rátartod az okostelefonodat és beolvassa az összeget, és azonnal jóvá íródik a számládon. Igazából egy picit olyan elavult dolog, de az amerikai, vagy annak tűnhet, de az amerikai a kimágyják. Nagyon ragaszkodnak. Ez csak így, ahol mész, csak ez lehet. Van, ahol van kártyát tudom fizetni? Nem. Ez nem. Van csekk? Csak nem kell, oda jó akkor. Lényeg a lényeg, hogy két fotókat csinál. Egy előre, és utána a csekkenek a hátul. Mert hogy a hitelességét ellenőrzi a persze. Bank. De egyébként kedveljük az egyéb fizetési módokat is, az érintés nélkülieket. Ebben a kis kubai kávézóban ezzel a szerintem általatok is ismert módszerrel fizettünk, hogy ezt a kódot beolvastuk az okostelefonnal, és már is ki van egyenlítve a számla. Ezt nagyon megkedveltük mostanában, ezt a fizetési módot. Itt a blog. Hogyha lehet valami pozitívumot keresni ugye ebben a vírusos időszakban, az, hogy ilyen új dolgok bejöttek az életünkbe, gyakorlatilag világszerte az érintés nélküli fizetés. Ugye az órás fizetés is, és akkor például ezzel a kóddal a fizetés. Ez itt Amerika kedvenc mosolygós szivacsa, ami egy ideje már a mi kedvencünk is. Amellett, hogy egy cuki dolog, mert tényleg egy mosolygó figura, ugye a szemébe be tudjuk dugni a kezünket, ígyni, és tudjuk akkor forgatni. Hogyha meleg vizet engedek rá, akkor bepuhul, hogyha hideg vizet, akkor viszont kemény. Dupla funkciós. A makacsabb dolgokra keményen használjuk nyilván, és amikor puha, akkor például teszek rá egy kis mosogatószer, és jöhet a pohártisztítás. Hogyha koszos a kanál, akkor meg a szájába bedugom, és akkor csak így visszafele húzom, és már az is tiszta lesz. De ez például dupla funkciós. A keményebb résszel akár egy lábasnak a hátulját lehet lesúrolni, és ami rajta maradt szennyeződés, megfordítjuk, és akkor azt ezzel leszedjük. Ezeket a termékeket most már Magyarországon is lehet kapni, tehát otthon is elérhető, és a következő egy hétben lesz egy kuponkód, itt van Amerika, kötőjel 10,
amivel 10%-os kedvezményt kaptok rá a scrubdaddy.hu oldalon. Gyakorlatilag tényleg az Egyesült Államokban a legnépszerűbb szivacs lett, mondok egy hihetetlen összeget. A tulajdonosnak a jövedelme 250 millió dollárnál tart. Alberto mutatja nektek, hogy megérkezett a mai e-mail a postától. Reggel korán egy fotót küldenek azokról a levelekről, amiket délután hoz majd nekünk a postás. Az ujja azért lóg bele a képbe, mert kitakarja vele a címünket. Ez egy dolog, amit nagyon-nagyon szeretem, nem kényelmes. Imádjuk. Hát gondoljatok bele, valakitől nagyon vársz egy levelet, és hú, már napok óta, ó, tűkön ülsz, és megérkezik reggel a fotóról, és akkor hú. De jó, tudsz, ma megkapom. Igen. Például, amikor az állampolgársági vizsgára készültünk, és a bevándorlási hivataltól láttuk, hogy hú, ma jön egy levél, akkor már tudtuk, hogy ez eljött a mi időnk, ez az, amit vártunk. Igen. Hányszor volt, amikor például utazunk valahol, nem? Igen. Itt voltunk valahol fenn, de naponta kaptunk a címet, és szóval tudtuk. Tudjuk, amikor visszajöttünk, akkor ott kell lenni ilyen, mennyi levele. Igazából olyan is van, hogy látod, hogy mondjuk csak a bankoktól jön aznap, mit tudom én, ilyen reklámlevél, akkor ki sem megyek a postához. Ki sem megyek a ládához, főleg, hogyha esős idő van. Kit érdekel, majd holnap kiveszem. Nem sürgős, szóval nem? Reklámon meg ilyen dolgok, akkor ott hagyjuk. Ez egy ingyenes szolgáltatás, de meg is tudjuk nektek mutatni, hogy a posta oldalán hol intéztük. Itt látjátok. Ez az az ikon, amire rákattintunk, megadjuk az e-mail címünket, és akkor onnantól kezdve érkezik a fotó a levelekről. Nem sokára táborba mennek a gyerekek, úgyhogy kell nekik elemózsiát pakolni. Ugyanez a helyzet, amikor iskola van a kicsinek. Hát 10 óraira visz magával, ilyen kis uzsitáskában egy kis szendvicset, gyümölcsöt. Az alufóliás folpakkos csomagolások kora az már rég lejárt. Próbálunk környezettudatosak lenni, és előtérbe kerültek ezek a környezetbarát, lebomló, újrahasznosítható dolgok. És akkor itt jön most az én személyes kedvencem. Ez az öko papír zacskó, amiben a gyerekek szendvicseit pakolom. Mati az nagyon durcásan tud reggelente indulni az iskolába, mert hát szeretne itthon maradni, játszani inkább. Úgyhogy neki segít az a külön trükk, ami ezzel a zacskóval együtt jár. Ezt mindjárt megmutatom nektek. A szendvicset beleteszem. És akkor a lezáró, ez itt a lényeg. Nézzétek meg, milyen jó pofa matricák vannak. Például, amikor rossz kedve, akkor teszek neki egy ilyen kis huncut jelet, vagy pozitív üzenet, napsugár, te vagy a bajnok. És akkor egyből jobb kedve lesz. Smiley face. És sárga. Sárga mosolygó, kacsintós figura. Jó. Így néz ki. Így indítjuk a gyereket táborba, iskolába. Teljesen hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy ugye évi egyszeri vagy kétszeri lomtalanítás volt Magyarországon. És amikor ide költöztük, akkor láttuk, hogy így minden héten egyszer így kirakják az emberek a szemetet, a felesleges dolgot, a hulladékot a ház elé. És gyakorlatilag tényleg mindent. A régi bútorokat, a kitört kerekű babakocsi, törött játékokat. Fordulítás valami fürdőká. Cseréltünk a bécét, nem? Három darab bécét cseréltünk a házban. Oda rakta. Csak én nem tudtam, hogy működik. Féltünk kirakni. János volt, rakom három bécét kint, hívtam a szél, hogy igen, szeretném, és amikor van minden kedde. Minden kedden meg kell oda rakni. A szomszédunk is itt, nem tudom mennyivel lentem. Ő is felújítás, teljes házfelújítást csinál. A tégla, az összetört burkolat, minden ment ki a házból. És ez tényleg egy zseniális dolog, hogy nem marad bent, nem marad nálad ez a sok felesleges dolog. Nem kell vele foglalkozni, kirakod és elviszik. Így kirakják az emberek a felesleges holmikat, szemetet a ház elé.
és mivel nem éves lomtalanítás van, hanem heti rendszerességgel jön a kukásautó elvinni, így a kupac sem annyira nagy. Itt néhány óriás doboz. Ő például itt leselejtezi most a kerti garnitúrát, azt rakta ki. Csak így a szépen feleslegessé vált holmikat viszik el. Mivel mi egy lakóparkban lakunk, fizettünk egy havi közös költséget. És ebben benne van a kertész, a medencetisztító és a kukadíj is. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy havonta éppen mennyi azon belül a kukadíjunk, de a lényeg, hogy a lomtalanítás az a szolgáltatás része, tehát nem egy plusz tétel. Amikor például házat keresünk, akkor nagyon fontos megnézni, hogy az a környék, ahol nézelődünk, mit kell tudni róla. Itt például sokat elárul az iskolai pontszám. Minél jobban közelít a 10 ponthoz az iskolájé, akkor arról lehet tudni, hogy az egy jobb környék. Uh-huh. És van egy másik segítségünk is. Megnézhetjük az interneten teljesen nyilvános adat, hogy vannak-e, ahová tervezünk költözni a közelben, bűnözők, például szexuális ragadozók vagy pedofilok. Tehát megnyitod az oldalt és megnézed, hogy melyik szomszédban lehet esetleg. Megírtunk egy tetszőleges címet és egy olyan környékre kerestünk rá, amiről tudjuk, hogy egy picit veszélyesebb, hát nem is picit, mert a kis házikokból látszik, hogy ott vannak olyanok, akik valamit elkövettek. Fotóval, teljes névvel, autó is. Az autó. Milyen autó volt előre, milyen autó, lehet így cserez a kocsi. Aha. Milyen kocsi van most, milyen színe, milyen rendszám, minden info lehet kapni. Mindent lehet róluk tudni. Itt a mi környék kettő találta. Következő lakópark. Igen, oda megy, ez a fiatal, ez a bácsi valahol. Ez nekünk, mint szülő, fontos tudni, hogy vigyázni kell két ember, aki nagyon gyanús. Nagyon jól működik tényleg a vészjelző rendszer. Például, amikor elrabolnak egy gyereket vagy egy autót, akkor azonnal az autópályákon, a kijelzőkön megjelenik az adat. És akkor ránézel, és hogyha pont melletted halad el, akkor ugye tudod azonnal hívni a 911-et. Uh-huh. Ez a 911, igen, ez a mi országos vészhívónk, ami szintén nagyon jól működik, és nagy segítségünkre van. Ezt ugye még akkor is tudni kell, hogyha álmunkból felkeltenek, és a gyerekeink is tudják, a gyerekek vissza szoktak vele egyébként élni. Mik mondják a szülőknek, hogy megversz, akkor hívom a 911-et. Mert az iskola tanítani neki, hogy ha bármit csinálod van, akkor hívjanak volna. Igen, szóval igen. A gyereke is mondanak neki. Beléjük rögzül ez a dolog. Lényeg, hogy nem csak az autópálya, a telefon automatikus kapsz de ilyen nagyon hangos minden telefon, szóval ha 10 emberre vagyunk itt most a Napali. Vagy a konyhában van a telefon, akkor is hallani fogod. Akkor 10 telefon egyszer. Nem baj milyen Vodafone, Panom, nem tudom milyen. Minden telefon egyszer fog nagyon hangos. Zizegni. Hogy miről van szó, a kocsi, a színe, az év, kocsinak a szépnek a rendszám is. Ez mi történt? Segíted ezzel akkor a rendőrség munkáját, te pont ott olyan helyen vagy, ahol elhalad ez, akit keresnek. És hogyha változik az időjárás, akkor is kapunk ugye üzenetet a telefonunkra. Például egy nagy vihar jön, akkor jó tudni, mert ugye elküldik az üzenetet, szintén zizeg, hogy délután 2-kor hatalmas eső várható pont azon a környéken, és akkor tudod, hogy lehetnek ugye ilyen áradások, vagy szóval elárasztja a víz az utcát, akkor fogom beállok a kocsival a garázsba, hogy rádőljön egy fa például, vagy jégeső, vagy akármi. Ugyanez egyébként a tornádó is, hogyha jön tornádó, akkor azt is meg tudják mondani, hogy melyik környék úgy nagyjából, amerre lehet rá számítani. Ez a daráló szerkezet, ami ugye itt van a mosogatónk alatt, így néz ki, így van felcsavarozva oda a lefolyóhoz. Van 10 éve, amikor építkeztünk Magyarországon, és akkor a konyhabútoros az mondta nekünk, hogy beépítené a konyhamalacot. És mondtuk neki, hogy nem nagyon ismerjük, nem tudjuk, hogy igazából van nekünk erre szükségünk, és még el is vitt belünket valami szaküzletbe, ahol megmutatta, hogy miről van szó. De aztán nem mentünk bele, mert nem, tényleg idegen dolog volt számunkra, és úgy gondoltuk, hogy erre nekünk nincs szükségünk. És amikor 6 évvel ezelőtt kiköltöztünk ide, akkor az első lakóparkban, ahol laktunk, ott mindenkinek volt. Nekünk is volt beépítve.
és ahogy elkezdtük használni, gyakorlatilag rájöttünk, hogy ez a legjobb találmány, és annyira megszerettük, hogy most már konyha nem is létezhet nélküle, legalább annyira hasznos dolog, mint mondjuk, vagy fontos dolog, mint a mosogatógép. Bármit pucolok, legyen az alma, vagy krumplihéj, a reggelről maradt kenyér, itt van még a tojáshéj is, akkor azt itt le tudom darálni. Ehhez nem kell más csinálni, csak ez most hangos lesz már. Bekapcsolom a vizet, megnyomom a gombot a falon, elindul a daráló, és elkezdjük leküldeni a hulladékot. Kicsit rá segítem. És kész. Minden eltűnt. Így a daráló teljesen elporlasztja, eltünteti a hulladékot. Ezek a kis gumiperemek azért vannak, hogy ne csapódjon még véletlenül se vissza semmi. És akkor például a tegnapról maradt makaróni nem ebbe a kukába kerül, hanem eltüntetjük. Ezek a dolgok már nem a kukába kerülnek. Tehát kevesebb szemetet termelünk, mentesítjük úgymond a szeméttelepet is valamennyi hulladéktól, és nem büdösödik a kukában, nem kell gyakran kivinni a kukát, és ami nagyon fontos, hogy itt Floridában, ugye, hogyha ezek a hulladékok kikerülnének a szemetesbe, akkor azzal becsalogatnánk a csótányokat. Ugye ezen az éghajlaton erre nagyon kell vigyázni, de hát szerintem egyébként máshol is. Ugye olyan gyógyszertáraink vannak, hogy CVS, Walgreens, és ezek ténylegesen patikának indultak, nem tudom hány évvel ezelőtt. Tehát patikusok alapították, és azzal a céllal, hogy akkor gyógyszertárként funkcionáljanak. De aztán nagyon okosan rájöttek arra, hogy hogy lehet ott tartani a vásárlókat, hogyha megint az idejükkel spórolunk, és berakunk egyre több terméket, és akkor nem kell máshova elmenniük vásárolni. Ezért elkezdték az árukínálatot bővíteni, lett tej, lett kenyér, gyümölcsök, ez az amaz, és maradtak a vásárlók. Úgyhogy ez volt a zsenialitása a dolognak, és ettől lettek a patikák ilyen univerzális helyek, ami egyben ugye élelmiszerüzlet, vagy drogéria is. Kozmetikus. Minden van gyakorlatilag. Úgyhogy mi is szeretjük, mert akkor így egy helyen le tudunk mindent. Gyakorlatilag minden kapható, snackek, ezek így gyerekkönyvek, édességek, és persze itt vannak a gyógyszerek, vitaminok, kozmetikumok, üdvözlőkártyákat is lehet venni, de akár sört is, papírírószer, és a gyógyszertárban készülnek az útlevél képek is. Ahol a fotó készül, megvehetjük a kenyeret is. Bagette. Persze a gyógyszeres sor a legnagyobb. De ahogy átélünk a másik sorba, ott már élelmiszerek vannak. Akár paradicsompüré, vagy takó. Konzervek is. De látjátok, hogy friss gyümölcsök is vannak. Neked vannak igen kis kocsik is. Nekem ez a ugyanaz. És a fagyi választék. És hogyha sürgősen oxigénre lenne szükségünk, akkor itt vannak ezek a palackok. 95%-os tiszta oxigén. És akkor tudsz inhalálni. És akkor gyógyszertárból természetesen bort is lehet venni. Tudod mit? Eddig 10 pont volt. Persze lesz folytatása ennek, mert ugye sorozat. De legyen még két mini. Jó, az egyik az az, hogy ugye te mostanában fitnessbe jársz, mert hogy Alberto életmódot váltott. Szerintem látszik rajta. Nem tudom, de legalább pár kiló biztos, hogy folytán. És neked nagyon nagy segítségedre van, hogy a telefonodon tudod nézni, hogy igen, hányan vannak a teremben. Nem pontosan hány vannak, de mennyire tele vagy nem tele megvan a konditerem.
Szóval munka után, amikor fára vagy, nem akarsz oda menni, hogy agglomerációban, hogy millió ember vannak. Lényeg a lényeg, hogy a telefon tudom megnézni az applikáció, hogy körülbelül hogy vannak. Mennyire van tele a telefon? A 18%, tudom mennyire. Itt látjátok, a lila rész mutatja, hogy este 8 órakor nincsenek olyan sokan. Azért tudják-e csinálni, mert mindenki, amikor belép a konditerem, mindenki van egy kód. Ez a kód kell szkenálni, hogy belépsz. Aha. Ez akkor rögtön meg tudja, hány emberre csinálta. Aha. Hány emberre bemente, hány emberre kimente. Szóval itt van a gym. Arra van szó, ez a kis gép. Hárva egy gép. Szóval azért a gép automatikus tudja, mennyire fullos, vagy mennyire nem fullos vagyunk ott. Szóval imádom, nagyon jó. És akkor a végére hagytuk családunk kedvencét, a fagyit. Yeah. Úgyhogy ezzel köszönünk el tőletek, találkozunk legközelebb, folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok!